NAV akciók. 15 tonna dohánylevelet találtak a pénzügyi nyomozók egy kállósemjéni raktárban. Fogyasztási dohánykereskedőket és cigarettacsempészeket is lebuktatott a régióban a hatóság. Erdőkezelési munkák. A kitermelt tűzifát értékesíti a Nyíregyházi ZRT a lakosságnak, valamint önkormányzatoknak a szociális tűzifa program keretében. Új békéltető testület. A változással csökkent az átlagéletkor és nőtt a jogászok száma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei testületben. Tizenöt tonna dohánylevelet találtak a pénzügyi nyomozók egy kállósemjéni raktárban, tájékoztatta szerkesztőségünket a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának vezetője. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Néhány nap leforgása alatt több bűncselekményre is fény derült, hiszen fogyasztási dohánykereskedőket és cigarettacsempészeket is lebuktatott a régióban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ez a jármű a papírok szerint több raklap víztisztítót szállított Romániából. A valós rakomány azonban ennél sokkal értékesebb volt, 425 ezer doboz megközelítőleg 500 millió forint értékű adózatlan cigarettát rejtett a raktér. A kamion sofőrét házi őrizetbe helyezték, orgazdaság és magánokirat hamisítás miatt folyik nyomozás az ügyben. Az elmúlt időszakban azonban többek között 15 tonna dohánylevél is fennakadt a rostán, tájékoztatta televíziónkat a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának vezetője. A pénzügyi nyomozókat egy korábbi büntetőiben lefoglalt mobiltelefon vezette nyomra. Ezen mobiltelefont egy illegális fogyasztási dohány ellátó üzemben foglalták le kollégáim. Kiértékelése során olyan videófelvételt találtak rajta, melyen egy mezőgazdasági csarnok volt található, illetve gyanúk szerint éppen szállított dohánylevél kiszolgálása történt illegális módon orgazdáknak. Ezen helyszínt, illetve települést kollégáim beazonosították, megállapítását, hogy a gyanunk szerint a kállósemjén településen található. A napokban házhatást tartottunk az említett ingatlanon, ahol a felvételen található csarnokban 15 tonna dohány levelet találtunk szállított formában, 146 darab papír kartonban elhelyezve. A levelek fekete piaci értéke megközelítőleg 15 millió forint, azonban ha az feldolgozva került volna forgalomba, akár 280 millió forint adóhiányt is okozhatott volna a központi költségvetésnek. A pénzügyi nyomozók az M3-as autópálya Görbeházi térségében is megállítottak egy járművet, az autóban 16 millió forintnyi több mint 14,5 ezer doboz adójegy nélküli cigarettát és meg annyi kulcscsomót találtak. Ezek közül az egyik egy debreceni garázshoz tartozott, ahol további 18 ezer doboz cigarettát és több mint egy tonna fogyasztási dohányt találtak. Tisztítási és gyérítési munkákat végez a téli időszakban a Nyíregyházi ZRT. Jelenleg az erdei sportpályák melletti 8 hektáros területen dolgoznak Nyíregyházán. A munkavégzés során kitermelt tűzifát értékesítik a lakosságnak, valamint önkormányzatoknak a szociális tűzifa program keretében. Vállalkozók termelik ki a nyíregyházi erdészet szakemberei által kijelölt fákat a sóstói erdőben. A kivágott tölgyeket minőségi szempontok alapján szelektálják és darabolják. A jobb minőségű fákat ipari felhasználásra szánják, míg a gyengébb minőségű tölgyet tűzifaként értékesítik. A jelenlegi fakitermelés célja, hogy a tölgyes erdőkezelési szempontból gondozottabb, a turisták számára pedig kellemesebb és biztonságosabb hely legyen. Egykori erdészház helyén a sportpályák területe mellett egy majd 8 hektáros területen végzünk el törzskiválasztó gyérítési munkát. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag fiatalabb kocsányos tölgy, vörös tölgyes állományról van szó, és ebből kiválogatjuk azokat az egyedeket, amik a visszamaradó állomány jobb növekedését gátolják. Egyrészt elegyarány szabályozó hatása van, tehát elsősorban a kocsányos tölgy felé próbáljuk terelni még az állománynak az elegyarányát, másrészt pedig a közbeszorult, alászorult egyedeket vesszük ki. Ezek egyrészt már nem töltenek be funkciót, másrészt parkerdő lévén egy pici veszélyt hordoznak a járókelők részére. Tölgyfa Gábor elmondta, a fakitermelési munkálatok már a tavalyi év végén megkezdődtek a sóstói erdőben. Tavaly évben ott a Tölgyes utca környékén, ott van a tükrös kanyar, annak a
annak a területnek a környékén végeztünk fakitermelési munkát. Egyrészt egy növedékfokozó gyérítést hajtottunk végre, másrészt pedig egy egyéb termelésként egy fiatal erdőről vágtunk le nagyon idős fákat. Ennek a célja az volt egyrészt, hogy a visszamaradó állomány jobban növekedjen, másrészt pedig a fiatal állomány, ami felül levágtuk az idős fákat, az is teret kapjon a növekedéshez. Az igazgató elmondta, a gyengébb minőségi faanyagot tűzifaként a lakosság, valamint a szociális tűzifa program keretében az önkormányzatok számára értékesítik. Olyan alakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület. A változással csökkent a testület átlag életkora, és nőtt a jogászok száma. Ami azért fontos, mert az eljáró tanács egyik tagjának és az egyedül eljáró tagnak mindig jogász végzettségűnek kell lennie, mondta el a megújult testület elnöke. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek 4 éves ciklusokban működnek. A szervezet előző mandátuma a tavalyi év végén lejárt. A békéltető testületekbe a tagok felét a megyei gazdasági kamarák, míg a másik felét civil szervezetek delegálják. A Szabolcs megyei békeltető testület tagjainak a létszáma 14, ebben nincs változás, korábbi években is ennyi fővel tudtuk eredményesen elvégezni a feladatunkat. Annyi a változás, hogy a 14 főből 11 fő az, aki a régi testületben is tagsággal rendelkezett, tehát így a folytonosság, a tapasztalat megvan az új testület esetében is. 3 esetben kellett új tagot jelölnünk, illetve a jelölő szervezeteknek. Ezzel tulajdonképpen a jogászok száma nőtt, most 6 jogász tevékenykedik a testületbe, illetve az átlag életkor egy kicsit csökkent. A békéltető testületek célja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló jogvitát a felek egyesség megkötésével rendezzék. A megyei elnök elmondta, az utóbbi években közel duplájára nőtt az egyességgel lezárult ügyek száma. Az előző 4 éves ciklusban 882 darab ügyet fejezett be a Szabolcs megyei békéltető testület. Ezekből tulajdonképpen, amikor ajánláskötelezést vagy egyességet jóváhagyó határozatot hoztunk, az 368 darab volt. Mondhatjuk azt, hogy ennyi esetben volt a fogyasztói kérelem megalapozott, de ehhez még hozzá kell vennünk azokat az eseteket is, amikor az eljárás megindulásának a hatására megegyeztek a felek. Ez is egy olyan körülbelül 30 darabra tekhető. Az új szabályozás szerint az együttműködési kötelezettségüket megsértő vállalkozók minden esetben pénzbírságra számíthatnak. A vásárlóknak panasz esetén először a vállalkozással kell megpróbálnia a vita rendezését. Ha ez nem sikerül, akkor fordulhatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara épületében működő békéltető testülethez. 2016 az adócsökkentés éve, hangsúlyozta Máté Szalkai tájékoztatóján Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A kormánypárti politikus kiemelte, a személyi jövedelemadó és a sertéshús áfájának mértékét is csökkentették, a családi adókedvezményt növelték, a minimálbért és a garantált bérminimumot pedig megemelték. Kovács Sándor hozzátette, a családteremtés és lakásépítés támogatására is nagy hangsúlyt fektet idén a kormány. Ha kivitelezővel építetjük meg a házunkat és számlát kapunk, akkor a lakásépítés áfaja 27%-ról 5%-ra csökken, de azok az emberek, akik vidéken kalákába építenek, még elmennek a barátoknál, tehát kvázi nincs a munka, díjról, számla, csak esetleg egy-két mesternek, szakipari dolgozónak, akkor lehetőség van az építő anyag árából igazoltan ahhoz a házhoz tartozó építőanyag árából 5 millió forintéri adójóváírást is biztosítani. Válságban van a magyar egészségügy, leromlott épületek és kapacitás hiány jellemzi, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Tukacs István országgyűlési képviselő elmondta, a kórházak nem felelnek meg a gyógyítás feltételeinek. A politikus szerint a legnagyobb gondot a megfelelő szakemberhiány és az egészségügyi dolgozók alulfizetettsége okozza. A Magyar Szocialista Pártnak megoldási javaslatai vannak a problémára. A parlamentben szavazásig akarjuk elvinni a kezdeményezésünket az egészségügyi fizetésemelésről. 310 milliárdról nyújtottunk be javaslatot, és azt gondoljuk, hogy ha szavazásig elviszük, akkor a kormánynak igent vagy nemet kell mondania. Igent vagy nemet, hogy a 2016-os költségvetésben teljesíti az egészségügyiek követelését.
Február 11-én az egészségügyi kerekasztal az ott résztvevőkkel meg fog fogalmazni követeléseket. Mi azt vállaljuk, hogy ezt lefordítjuk parlamenti nyelvre, és szintén oda tesszük döntésre a parlament asztalára törvénytervezet, költségvetési módosítás vagy törvénymódosítás formájában. A Jobbik is elfogadta a nyíregyházi közgyűlés kötelező betelepítési kvóta elutasítását megfogalmazó határozat tervezetét, emlékeztetett tájékoztatóján Béres Csaba, a párt önkormányzati képviselője. A politikus kiemelte, egyetértettek a határozattal, ám keveselték azt, ezért módosító indítványt nyújtottak be, de azt nem támogatta a testület. Szeretük volna kiegészíteni a kvóta mellett a visszatoloncolás, illetve a harmadik országbéli emberek kötelező közfoglalkoztatásban való alkalmazását elutasító javaslatunkkal. Továbbá az, hogy Nyíregyháza város közigazgatási határain belül ne jöhessen létre most sem és a jövőben sem semmilyen befogadó állomás, menekültábor vagy bármi más, amit a migránsválsággal kapcsolatban hozható. Szeretük volna, hogyha ezzel minimalizáljuk annak veszélyét, hogy Nyíregyháza jövőben bármikor is ki lenne téve a migránsválság veszélyeinek. Tavaly 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézmény nyerte el az Ökoiskola címet. A környezettudatos nevelésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A csapatok és a játékosok számának növelése, a sportág népszerűsítése, valamint az infrastruktúra javítása a célja az újjászervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda szövetségnek. A megyében közel 1500 igazolt játékos pattogtatja a labdát. A játékosként továbbra is pályára lépő Ádámszky Róbert irányításával készül a bajnokság tavaszi folytatására a nagyecsedi futballcsapat. A megyei első osztályú tabella második helyén álló együttese változatlan kerettel és változatlan célokkal várja a nyitófordulót. Tavaly több mint 200 iskolával gyarapodott az úgynevezett ökoiskolák száma. Az elismerő címre pályázni lehetett. A kiírást 2015-ben is az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jegyezte. A pályázatnak 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyertese lett, mondta televíziónknak az intézet főigazgatója. Kaposi József szerint ez azt mutatja, hogy a magyar iskolák kiemelkedően fontosnak tartják a környezettudatos magatartás kialakítását és a környezeti nevelést. Tápanyagszolgáltatásról, trágyázásról beszélgetnek a ridenses diákok, majd saját iskolájuk kertjét gondozzák. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény elnyerhette az örökös ökoiskola címet. Az ökoiskolai program 2005-ben indult. Ökoiskolát címet el lehet nyerni elsőként, és majd lehet, aki többször elnyerte, örökös ökoiskolai címet is kapni. Idén nagyon nagy számban jelentkeztek az iskolák. A korábban megszokotthoz képest 5-6-szoros volt a jelentkezés, és ennek nyomán ma azt tudjuk mondani, hogy 2016. februárjában 900 ökoiskola van Magyarországon. Ezek közül örökös ökoiskola 300 és 560 körül van azoknak az iskoláknak száma, akik most vártak ökoiskolává. A nyíregyházi Ridenc iskolában évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, a diák közösség többek között komposztál és saját készítésű madáretetőket helyez ki az udvaron, valamint szelektíven gyűjti a szemetet. Igyekszünk takarékoskodni minden egyes alapanyaggal, tehát az ünnepeket is úgy próbáljuk dekorálni, meg megszervezni, hogy újra hasznosítjuk ezeket. Farsagon például divatbemutató volt, hulladékból. Tehát minden évben kapcsolódunk valamilyen tevékenységgel. Nagyon szoros kapcsolat a zöldkerékkel, rendszeres az kerékpáriskola például, a kerékpársuli rendszeres táboroztatást is szerveznek számunkra nyáron, ilyen ökológiai jellegű. A 2015-ös ökoiskolai pályázatnak 8 megyei nyertese lett, közülük 3 oktatási intézmény örökös ökoiskolai címet kapott. Tavaly újdonságként pedig elindították a zöld óvodai pályázatot is, hogy már a kisebbek életében is fontos legyen a környezeti nevelés. A csapatok és a játékosok számának növelése, a sportág népszerűsítése, valamint az infrastruktúra javítása a célja az újjászervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda szövetségnek.
A megyében közel 1500 igazolt játékos pattogtatja a labdát. 15 sportszervezetben 1450, köztük 420 lány igazolt kosárlabdázó van a megyében. Az ősszel újjászervezett megyei szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított programokhoz csatlakozva igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez a szám tovább növekedjen. A megyei Diáksportszövetséggel és az MKOS-szel közösen a tavalyi év végén ősszel a Sport legyen a tiéd program keretében több sportfelszerelést, sporteszközt sikerült kivinni a megye különböző településeire, itt Demecsertől Fejérgyarmaton át egészen Vásárosnaményig. Több település kapott palánkot, a iskolába kosárlabdát, sportfelszereléseket, amit nyilván a megyei szövetség munkatársai vittek ki a Diáksportszövetség képviselőivel együtt, illetve ehhez csatlakoztak még fiatal utánpótláskorú játékosok, akik ott nyilván a kosárlabda szépségét próbálták bemutatni a jelenlévő gyerekeknek. Ezáltal is nyilván generálva azt, hogy egyre többen ismerkedjenek meg a kosárlabdával, és egyre többen forduljanak el nagyszerű sporták felé. A 2015-2016-os bajnoki szezonban mintegy 300 millió forint TAO támogatás érkezik a megyébe. Az MKOS feltételekhez köti a kérelmek elbírálását. Nyíregyházán éppen ezért együttműködési megállapodást kötöttek az érintett sportszervezetek. Ebben vállalták azt, hogy az általuk nevelt utánpótláskorú játékosok folyamatosan versenyeztetve vannak, amennyiben nem tudják versenyeztetni, ugye őket a fejlődésük érdekében továbbadják azon sportszervezeteknek, akik a különböző korosztályos bajnokságban indítanak csapatot, és egy ilyen együttműködési megállapodás az alapja, és az ebben foglaltak betartása az alapja annak, hogy az MKOS a TAO támogatást odaítélje ezen sportszervezeteknek. Ez úgy látszik, hogy működik, sokkal jobban és egységesen, sokkal jobban összekovácsolja a sportszervezeteket, egységesebbé teszi a működésüket, legalábbis itt most városi szinten. Az elnök elmondta, szeretnék, ha mind a férfi, mind a női szakákban felépülne egy piramis, azaz a legalacsonyabb szintől a legmagasabb osztályig lennének csapatai a megyének. Emellett rangos tornákat is szeretnének rendezni, tavasszal például Nyíregyháza ad otthont a B33-as bajnokság 40 csapatot felvonultató regionális döntőjének. A játékosként továbbra is pályára lépő Adamski Róbert irányításával készül a bajnokság tavaszi folytatására a nagyecseli futballcsapat. A megyei első osztályú tabella második helyén álló együttese változatlan kerettel és változatlan célokkal várja a nyitó fordulót. Az őszi szezon egyik meglepetés csapata volt a megyei első osztályban a Nagyecsed, amely Opre Mihály irányításával a második helyen zárta a bajnokság első szakaszát. Az edző a téli szünetben nagyhalászba tette át a székhelyét, így az ecsediek január 12-én a szakmai munkába korábban is besegítő Ádámszki Róbert irányításával kezdték el a felkészülést. Egyelőre sem távozó, sem érkező játékos nincs a csapatnál, amely most már edzőmeccseken csiszolhatja a formáját. 9 mérkőzést játszunk, így a körülmények miatt úgy gondolom, így a terhelés meg lesz. Tehát Nyírmátor, Mándok, Fehérgyarmat, Sényő, tehát én úgy gondolom, sikerült elég jó erős ellenfeleket kinézni. Eddig is 1-6 volt a cél, tehát gondolom ez alkalmas rá az a keret. Én nagyon remélem, hogy egy kicsikét támadó szellembe fogunk tudni futballozni. Mondjuk ez függ, én azt mondom, az ellenfelektől is mindig most már azért csak jobban odafigyelnek egy nagy ecsedre, de én azért bízok ebbe a 16-17 emberbe, hogy ezt a helyezést meg is tudja tartani. A több gólkirályi címmel rendelkező támadó nem csak a kispadról, hanem szükség esetén a pályán is segíti majd csapatát. Én még szeretek futballozni. Ha már úgy látom kintről is szólnak, hogy óriási probléma van, akkor biztos, hogy nem fogok futballozni, akkor be fogom fejezni, de egyelőre még a társak is azt mondják, amíg van, nem kezdőként, de a szükség van, el fogom játszani. A Nagyecsed a február 27-i nyitófordulóban a tabella 8. helyén álló Tuzsért fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 15 tonna dohánylevelet találtak a pénzügyi nyomozók egy kállóseméni raktárban, tájékoztatta szerkesztőségünket a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának vezetője. Néhány nap leforgása alatt több bűncselekmény is fennakadt a rostán, hiszen fogyasztási dohánykereskedőket és cigarettacsempészeket is lebuktatott a régióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tisztítási és gyérítési munkákat végez a téli időszakban a Nyíregyháza ZRT. Jelenleg az erdei sportpályák melletti 8 hektáros területen dolgoznak Nyíregyházán. A munkavégzés során kitermelt tűzifát értékesítik a lakosságnak, valamint önkormányzatoknak a szociális tűzifa program keretében.
Új alakult a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei békéltető testület. A változással csökkent a testület átlag életkora és nőtt a jogászok száma, ami azért fontos, mert az eljáró tanács egyik tagjának és az egyedül eljáró tagnak mindig jogász végzettségűnek kell lennie, mondta el a megújult testület elnöke. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig továbbra is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel és hóval. Hideg front vonul át felettünk, a Kárpát-medencébe eleinte nagy nedvesség tartalmú, majd egyre szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek. Éjjel túlnyomóan borult idő lesz, sokfelé várható eső, helyenként havas eső, havazás is előfordulhat. Több helyütt megerősödik az északnyugati szél, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhőátvonulásokra számíthatunk, hosszabb, rövidebb napsütéssel. Futó zápor, hózápor helyenként napközben is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, majd délutántól mindenütt mérséklődik a légmozgás. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hideg front átvonulása után átmenetileg visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. Egyre hosszabb időre süt ki a nap, csapadék már csak elszórtan lehet. A hét végén már napos, tavasziasan enyhe időre számíthatunk, de a jövő hét elején pedig újabb hullámzó frontrendszer okoz felhősödést, többfelé esőt. Csökken ugyan a hőmérséklet, de továbbra is az ilyenkor szokásosnál melegebb időre számíthatunk.